volt év után a mi generációnak, most érkezett el a rendszerváltás! Azért jöttem ki, mert van két gyerekem, akit iskolázok, és az nagyon-nagyon irritál, hogy a felső 10% egyre jobban gazdagszik, mi meg egyre lejjebb megyünk. Korrupció ugye most ez a napbotrány, kitiltási dolgok. A netadó miatt már talán annyira nem, mert hogy véleményem szerint az nem, az inkább csak egy ilyen elterelő. De én a netadó ellen is. Inkább általánosságban, de az internetadó vett rá, hogy elkezdjünk kijönni. Úgy gondolom, hogy a devizahiteleseket nagyon megszivatták. Az egész politikai rendszer sajnos nagyon régóta belülről tűnik, és velejéig korrupt! Azzal, hogy Orbán Viktor nem távolította el a korrupció vagyonosítható vezetőket, lehetővé tett, hogy nyomokat tüntessenek el. Nem, a nyugdíj az volt a legelső. Onnantól meg már csak halmozódik. Szerintem ne nézzék hülyének a kétharmad miatt egyik állampolgársa. Akarja-e ön, hogy a kormány további 100 milliárd forintot vonjon ki a közoktatásból? Volt egy norvég zászló, most gondoltam aktuális. Ez már nem csak az ellenzék háborodik fel, hanem a szimpatizások, vagy a volt szimpatizások is. Ennek a korszaknak csak jelképe ez a kormány, mert az eddigi kormányok is csak hibára halmoztak, de az elmúlt időszak szégyen hozott az országra! Mi vagyunk az ország, a kormány és miniszterei a mi ütlen szolgáink! Kormányi akarjuk ezt az országot, és szerethetővé, élhetővé tenni! Olyan rendszert építünk, ahol az állam intézményei szerves részei a társadalomnak, nem felettünk állnak, hanem értünk vannak. Ahol a hatóság a csalókat üldözi, nem a szegényeket. Létrehozzuk Magyarországon a civil szféra képviselőiből, jó magam, Karancsi Tibor és több hasonló ember közreműködésében hasonló sorsú és hasonlóan a hatalom ellenfelépő személy közreműködésében egy korrupció ellenes szövetséget. Akik az elmúlt 25 évben ide jutották ezt az országot, a legjobban tennék, ha eltakarodnának a francba, húznának a picsába!
Európa!